Hali mindenki? Én LPS Szonya vagyok, és most a szépségversenynek az eredmény hirdetését fogom elmondani nektek, hogy hiúzott tovább, és nem. Igazából nem vesézgetném, hogy ez hogy volt, meg mint volt. Annyit mondok, hogy lehetett kommentbe szavazni, vagy ha akinek nem volt YouTube fiókja, de akar szavazni, az rám is írhatott YouTube, mi a neve, Facebookon, vagy Skype-on, vagy Hangtorcson, akárhogy, aki akar. És én is szavaztam, de csak egyszer, szóval nem bilizgáltam meg a versenyt, hogy akit utálok, aznak, az ne győzzön. De amúgy meg akik jelentkeztek, azok közül senki se utálok, szóval... Ja. Na szóval, akikre egy szavazás se érkezett, szóval biztosan tovább jutnak. Az... Forgácsani kő, Szelena nevű cicájával... Újszászi Flóra bátor nevű dandogjával, Winkler Viktória Janet nevű korgiával, és Mesi LPS kutya Britney nevű újfajta kutyusával. Ők lettek volna, akik biztosan tovább jutnak. Akik egy szavazattal tovább jutottak, azok ketten vannak. Az egyik Tomán Petra, Szevi nevű koliával, a másik pedig Kamila Illés Leszi nevi csivavájával. Ők is tovább jutottak, de rájuk már szavaztak egyszer. Akik kettő szavazattal, de tovább jutottak, az... Öm, mindjárt mondom. Pepo Anikó nevű pandamaciával, és Tóth Flora Lili nevű tacskójával aki három szavazattal, de tovább jutott, az Emese Éva Budai Pinki nevű bagjával. Én szerintem, aki nem hallotta a nevét, az már sejti. Rá négyen szavaztak. Ő Rickó Evelin, Szarasztár nevű cicája. Sajnálom, rá szavaztak a legtöbben, szóval most te ki, és a következő körben már nem lesz velünk. Szóval felsorolom még egyszer azokat, akik tovább jutottak. Flóra Tóth, Forgácsenikő, Újszászi Flóra, Winkler Viktória, Tomán Petra, Kamilla Illés, Emese Éva Budai, Mesi LPS Kutya Móc és Pepo Anikó. A következő körben a természet, kapcsolatot ki... Na, szóval, beszélni se tudok már. A következő körben természettel kapcsolatos képeket kell készítenetek. Az a fontos, hogy ugyanazzal az LPS-sel csináljátok, például ahogy most MSE a Budai a pinki nevű bagjával csinálta, akkor most is a pinki nevű bagjával kell csinálnia a természet ö, témájú képet. Sok-sok szerencsét, remélem nagyon sok jó kép fog születni. Annyit mondok, hogy holnap estig kell beküldeni, és aki nem küldi be, azt kizárom a versenyből, és már nincs a széjjel győzni. Mert hát akkor holnap este még megcsinálom azt a videót, aztán holnap után este, estig szavazhatok, és holnap után este csinálom meg ugyanezt a videót, csak a második fordulós versenyszökkel. Én epiesz szónya lettem volna, ez volt a második forduló, ö, mi a neve, ért? Tesítője, vagy hát na, amiben elmondtam, hogy mi lesz. Sziasztok! Sok szerencsét a jó képekhez!